Köszöntjük kedves nézőinket, Lechner Henrietta vagyok. Önök a mai panorámát látják, amiben minden hónap utolsó péntekén megmutatjuk mai község legfontosabb eseményeinek beszámolóját. Megrendezték a 7. mai tavi kavalkádot szeptember 17-én, ahol a közösség építésé volt a főszerep, így számtalan kulturális programmal és főzőversennyel várták az érdeklődőket. Megrendezték a 7. mai tavi kavalkádot szeptember 17-én, ahol a közösség építésé volt a főszerep, így számtalan kulturális programmal és főzőversennyel várták az érdeklődőket. Ebben az évben új attrakcióként a könyvtár felkérésére a képviselőtestület tagjai népi játékokat készítettek, valamint a festőszakkör segítségével egy óriási mesékkel tarkított lepedővásznat festettek meg, és helyeztek ki a kicsik és nagyok örömére. Interneten nézelődtünk, és voltak olyan játékok, ami könnyűnek tűnt az elkészítése, és azt próbáltuk megvalósítani. És mivel a könyvtárban rengeteg mesekönyvünk van, levettem egy könyvet a polcról, és elkezdtem a meséket kigyűjteni, és összekötni őket. Megrajzoltam a festőszakkörből. Többen segítettek a kifestésében. Remélem, hogy mindenkinek tetszik. Mi jóban vagyunk itt a helyi település intézményeink vezetővel, és ők többször kértek már minket, hogy segítsünk. Például pár évvel ezelőtt megkértek, hogy a karácsonyi dekorációhoz csináljunk már ilyen rénszarvas dekorációt, hóember fából. Az majd a kint meg fog jelenni a településen, ezt is megcsináltuk pár évvel ezelőtt. Nem saját ötlet. Tehát voltunk ugye több falunapon, részt vettünk több olyan rendezvényen, ahol hasonló ilyen kézműves dolgokat csináltak, illetve kézműves játszóterrel foglalkoztak, és néhány játék, ami megtetszett nekünk, lefotóztuk, kicsit így saját elképzelést hozzátettük, beleépítettük, fejleszteni is fogjuk, tehát terve van az is, hogy tovább is folytatjuk ezeknek a játékoknak a körének a bővítését. A kulturális programok között a helyi fellépők követték egymást, így a népdal és néptánc, valamint a latin táncok sem maradhattak ki a repertoárból. A színpadon a mai dalos kör és a Gézengúzóvoda gyermekeinek közös műsora, valamint a Sátoraljaújhelyi Művészeti Iskola növendékeinek táncos produkciója sokakat vonzott a színpad elé, de az M5 Bras fúvósainak ismert dallamait is tapsvihar veszte. Főzőversenynek nagy hagyománya van, így évről évre egyre több csapat nevez be a jó hangulatú eseményre, ahol ezúttal a gulyás volt a tematika. Ám a különlegességek most sem maradhattak el, így Bográcsba került egy borz, és egy jársági pandúrgulyás is készült.
tavaly indultunk először a lecsóval, akkor csak csípős paprikából, illetve chiliből főztem lecsót, ugyanezen a kis Jancsi tűzhelyen. Volt egy baráti beszélgetés, illetve egy rokoni beszélgetés, és eszembe jutott, hogy legyen már valami különleges, és volt lapra szerelve a mi hűtőbe egy kis borzhús. Mondom, akkor ebből induljunk el, és akkor legyen egy borz. Egyébként a Királyok és nemesek étele volt annak idején a borz. Nagyon közkedve volt, ki is írtották szerencsétlent, és megcsapant a létszáma. Egyébként nagyjából pont úgy készül, mint egy sima hagyományos gulyás. Hagyma, zsír, kicsit megpirítjuk a húst, és akkor felengedjük vízzel, lecsós alapon, és ennyi végül is. Duvat, tehát lövik, mindenféle kötelezettség nélkül ki lehet lőni, úgy, mint a rókát, viszont ugyanazt teszi, mint a vaddisznó, ezáltal a húsa is nagyon hasonló hozzá. Hát ízre nagyon jó, kiváló. A név az tavalyról indult, volt egy ominózus főzőverseny ugyanitt, ahol a barátaink indultak egy fantasztikus lecsóval, tavaly a lecsó volt a témája a rendezvénynek. Idén pont úgy alakult a helyzet, hogy sikerült eljönnöm a rendezvényre, a barátokkal együtt főzni mindig jó. Én azt gondolom, hogy a főzés az nem munka kell, hogy legyen, hanem egy hobbi, egy olyan dolog, amit élvez az ember. Idén a gulyás volt a témája a rendezvénynek, és akkor Pistékkel kitaláltuk, hogy szeretnénk valami különlegesebbel indulni, mint egy átlagos gulyás dolog. Elég sokat keresgettem az interneten, hogy mi lehet az, ami megfelelő ebbe a kategóriába, és találtam egy jássági pandurgulyás receptet, ami Koha Csaba nevéhez fűződik. Ő egy mester szakács volt, aki váratlan gyorsasággal sajnos elhunyt. Az ételnek a specialitása szerintem az, hogy elég összetett, és a hagyományos gulyáshoz képest ez egy tejfölös, tejszínes habarással záródik. A megszokott gulyások ugye alapvetően ugye egy paprika alapon készülnek, piros színűek. Na, a mi gulyásunk az nem piros színű lesz, hanem inkább a fehérre fog hajazni, de talán ami az eszenciáját megadja az egésznek, az a végén belekerülő velő. Ezt egészbe fogjuk belehelyezni a bográcsba, ebben fog megfőni, és egy újra felmelegítés által fogjuk tálalni egy cipóban a zsűri elé, és bízunk benne, hogy elnyeri a tetszésüket. A megmérettetésen végül minden csapat kapott ajándékot, a dobogó harmadik helyén pedig a Máj funkció csapata végzett, a második helyen Kis Gábor és Népi zenekara, valamint a főzőverseny abszolút nyerteseként az első helyen a Kefekötők csapatának étele nyerte el a zsűri legtöbb pontját. A délutáni programok sorában ismert előadók léptek a színpadra, ahol a Nem az a lány és Sztofi slágerei sok fiatalt vonzottak, de az eső sem tántoríthatta el Kefir és Zoltán Erika rajongóit sem a színpad elől. Segítek el, ha elesel, de ki már így nem számít, hogy mit is teszel, kivé leszel, megvéd, ha az ördög csábít. Segítek el, ha elesel, figyelj, három rongrás van, gyertek velem, aha! Hogy mit is teszel, kivé leszel, megvéd, ha az ördög csábít. Régóta üres ez a színe, engem odaadom, ne törjünk össze ilyen szemtelenül fiatalon. Nem hittem anyának, de tudom, mindig igaza volt. Nekem ő a barát, a fény és a bizalom. Ha reggel lesz ébredsz fel, mondd azt, hogy többé már nincs esély. Hogyha az éjjel vagy véget ér, már soha nem lesz folytatás. Oh, védkezz be, nagy alap, és engedd, hogy jó legyen. Tedd meg, I'm
Szárfonó, a festő és a mézes kalács készítő szakkörökön készített munkáikat mutatták meg a résztvevők a mai Móra Ferenc Közösségi Ház és Könyvtár szervezésében szeptember 27-én délután. Kiállítás szervezett a Máé Móra Ferenc Könyvtár a Közösségi Házban szeptember 27-én, ahol azokat a műveket nézhették meg az érdeklődők, amit a festő, a kosárfonó és a mézes kalács készítő szakkör foglalkozásain készítettek az elmúlt hónapok során. A megnyitón a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola Cseppecske csoportjának néptánc műsorát és a Máé Daloskör népdalcsokrát is megcsodálhatták az alkotások mellett, majd az eseményt egy közös tánccal zárták. A Ferenc Közösségi Ház és Könyvtár az elmúlt időben több szakkört indított, amelyek egy része 20 alkalmas szakkör volt. Ennek a végéhez érkeztünk, és ezért a szeptemberi hónapban terveztük megrendezni a kiállítást. Három szakkörünk volt, a festőszakkör, a mézes kalács díszítő szakkör és a veszőfonó szakkör, amelyből a mézes kalács és a veszőfonó volt 20 alkalmas, a festőszakkör pedig végtelen számú. Nagyon sikeresek voltak ezek a szakkörök. Eleinte 5-10, aztán már volt, ahol 15 fő is jelen volt a szakköri tevékenységekkor. Az ideális, optimális létszám az az 5 fő, ami bebizonyosodott a szakköri tevékenységek alkalmával, mert mind kézműves tevékenység, amely segítséget igényel, és az 5 fő az a legoptimálisabb létszám egy ilyen tevékenység elvégzéséhez. A szakkör tagjait már útközben megkértük, hogy gyűjtsék a termékeket. Ez többnyire sikerült. A mézeskalás díszítő szakkörnél volt egy kis fennakadás, hogy az unokák és családtagok megkóstolták a mézeskalás díszeket, de igazából a szakkör tagjai hozták be a műveket, vagy itt tároltuk esetleg vitrinekben, azok lettek kiállítva. És a festőszakkörnek a 16 méteres vászna, amit már a mái tavikavalkádon is láthattak az érdeklődők, ez lett kiállítva. Elsősorban az kell, hogy szeresse nagyon, amit akar csinálni. Szeresse a festményt, szeresse a művészetet, és élje magát ki benne, ha tud, ha nem. A gyakorlat teszi a mestert, majd előbb-utóbb sikerül, és mikor neki sikerélménye van benne, akkor én azt hiszem, ő az egyik legboldogabb ember. Nem árt, hogyha valaki már egy kicsit haladóbb, és akkor van neki egy kis otthoni ellátmánya, de egyébként az alapvető dolgokat megkapja itt a kultúrház részéről, úgyhogy sok mindenbe segít persze a ház is. De nem árt, hát aki erre teszi fel a dolgait, az valószínű már beszerzett egy kis filléres dolgok, nem nagy dolog ez, amit be kell szerezni hozzá. Nagyon javaslom is, hogy nézzen utána mindenki. Egyszerű barkácsból, írószerból, megoldható. Bárki egy kezdő is jöhet, mert ugye teljesen az alapoktól kezdjük. Magával a tészta készítése, hogy hogyan készítjük az írókamáz, az alapanyagok, azok használata, mennyisége, minősége. Tehát teljesen nulláról érkezhet mindenki, és nyilván a díszítési technikák is először az egyszerű mintákkal indulunk, de maga a mézeskalács díszítés is teljesen egyszerű, úgyhogy nem igényel semmi előképzettséget. Bárki megtanulhatja, gyerektől felnőttig, idősebb korosztály bárki.
A jövőben is tervezzük ezeknek a szakköröknek a folytatását, tehát a vessző, a mézes kalásdíszítő és a festőszakkör folytatódni fog. Igaz, nem pályázat útján, a Nemzeti Művelődési Intézet pályázata útján, hanem saját fenntartásban. A jövőben tervezünk hímzőszakkör, gyöngyfűzőszakkör, és ismételtem egy ötfős alapoktól induló vesszőfonó szakkört indítani. A szakkör termékeit a közösségi házban állítottuk ki, de a könyvtárban lesz látható október 10-ig, és itt lehet érdeklődni a további szakkörök indulásáról is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, Lechner Henriettát látták a mai panoráma 2022. évi szeptemberi híreivel. Híradónk anyagait visszanézhetik YouTube-on a Mai TV csatornán, vagy Mai Facebook oldalán, ahol megoszthatják velünk észrevételeiket, ötleteiket. Egy hónap múlva friss hírekkel várjuk Önöket, a viszontlátásra!